A legutóbbi zsűri tagok megbeszélésén, ahol a fotósok részéről is és a filmes oldalról is ott voltak a zsűri tagok, nagyon sokszor azt láttam, hogy nagyon precízen és pontosan próbálnak fogalmazni arról, hogy hogyan pontoznak. Én azt gondolom, én nem ezek közé tartozok. Én nagyon sokszor inkább azt az élményt, amit kapok attól a felvételtől, azt értékelem, vagy azt a látványt, amit meg tudott mutatni nekünk, vagy azt a kuriózumot, amit azt gondolom, hogy lehet, hogy soha senki más még így nem vette föl, vagy azt a kitartást, amit lehet tudni egy-egy fajnál, hogy anélkül nem megy. És néha persze a szerencse is fontos. És hát persze értékelni szoktam azt is, amikor valaki olyan, mondjuk madárfajra próbál meg felvételeket készíteni, amihez lehet tudni, hogy sok kitartás kell, sok megfigyelés kell, és esetleg sok-sok óra vagy sok-sok nap kintülés kell, és meg kell terveznie, hogy ő hogyan is tudja ezt megcsinálni. Úgyhogy én lehet azt mondani, hogy inkább a hatást, amit a kép rám gyakorol, azt szoktam leginkább értékelni. Lehet azt mondani, olyan vagyok, mint egy sima, egyszerű filmnéző, mintha elmennék egy moziba vagy egy televízió elé leülnék, és hogy megszeretem, beleszeretek, és meglátom-e mögötte azt a kitartást és a munkát, vagy azt a leleményességet éppen.